ugye az volt, hogy ebből egy rock múzeum központot csinálnak, zenei, könnyűzenei központot. Mondjuk az épületnek van köze a zenéhez valamelyest, mert 1879-ben Liszt Ferenc itt adott jótékonysági hangversenyt a vízkárosultak javára. És akkor még a palota valójában be se volt fejezve, és óriási társadalmi élet volt, ugye ezt a palotát az ükük nagypapám, Andrássy Gyula építette, tehát az ő megbízásából épült, de utána főképpen a fiai, tehát ők nagyapám Andrássy Tivadar, és öccse, ifjabb Andrássy Gyula lakott itt, de még a dédnagymamám is itt szaladgált, Andrássy Borbála, illetve ugye Palavicsini Borbála. Úgyhogy ennek ez egy nagy múltú épület, és itt volt az összes képgyűjtemény is, tehát Rubenstől kezdve, Tintoretto, Tiziano, Munkácsi, Monet, ezek mind itt lógtak, tehát utána ugye ezt elkobozták, utána pedig a Vörös Hadsereg elismitte, de ez tulajdonképpen egy élő múzeum volt ez a palota. És volt egy ilyen terv, amit a kormány el is fogadott 2017-ben, hogy akkor itt legyen egy Andrássy Emlékmúzeum, illetve egy interaktív művészeti központ, amiben bármi bele tud férni egyébként, mert a képzőművészettől egészen a balettig, egészen a zenéig, tehát én még akkor meg is írtam egy koncepciót, ezt a Nemzetközi Művészeti Rezidenciát és a Cédrus, azon belül is a Cédrus programot. És akkor jött egy hirtelen, egy ilyen kormányrendelethez jutottam, hogy akkor már pedig ezt törölték, és hogy ez a könnyű zenei, illetve alternatív zenei műhely központ kell, hogy itt létresüljön, és hogy átvegye a Petőfi Nonprofit ügynökség, mint vagyonkezelő, vagy mint tulaj. És akkor ugye megszólaltunk így a család részéről, hogy nem értjük ezt a hirtelen váltást, és nem értjük, hogy ez egy ilyen megfelelő, gyönyörű cél után miért történt egy ilyen váltás. Én akkor próbáltam ezt kommunikálni több csatornán keresztül, írtam a Böröc László képviselő úrnak, találkoztam is vele, megbeszéltük. Egyébként sokan nem értették, tehát itt konkrétan kormányhoz tartozó emberek azt hitték, nem, minden megy tovább, tehát, hogy itt nincs semmi változás, de mondom, de igen, van változás, mert hiszen itt van ez az új kormányrendelet. Sokan nem is tudtak róla. Végül is válasz, érdemi válasz nem jött, azonban Demeter Szilárd legutóbbi nyilatkozatai alapján ugye azt nyilatkozta, hogy hangsúlyosan, hogy az Óbudai Zicsi kastély és a hajógyári sziget épület egyet. Együttes, nem az összes, nem tudom pontosan melyikek, de hogy ott lesz ez a zenei központ, és mélyen van hallgatva most az Andrássy palota sorsáról. Nagyon nagy a csend, és én azt gondolom, hogy ez mindig egy picit olyan gyanús, hogy akkor jó lenne, hogyha valaki érdemben ebbe meg tudna szólalni, és meg is tudná indokolni, hogy ennek a palotának, ami a világörökség része, az egy dolog, hogy egykor a családunké volt, de akkor is mondom, hogyha már nem volt restitúció, akkor mi azt gondoljuk, hogy legalább erkölcsileg legyen egy olyan jóvátétel, hogy tényleg méltó helyet kap tehát méltó funkciót kap megint a palota.